A közelgő ünnep kapcsán már most egyre inkább megnövekedett a forgalom a városi temetőkben, és azok környékén egyre többen járnak ki, hogy rendezzék a sírokat. Halottak napján és minden szentekre azonban még nagyobb tömeg várható, így idén is meghosszabbított nyitvatartással készülnek ezekre a napokra. Nyitvatartásunk október 31-től november 3-áig hosszított nyitvatartással várjuk a temetőbe látogatókat. Ezeken a napokon reggel 7 órától. Este 8 óráig tart nyitva, mind a városi, mind az új 60-i temető. A közlekedést és a felügyeletet azt a 60-i polgárőrség, közterületfelügyelők, valamint a rendőrség közreműködésével fogjuk biztosítani a helyszínt. Emellett pedig, ahogy a korábbi években megszokott volt, most is egy biztonsági cég emberei is a helyszínen lesznek a még nagyobb biztonság érdekében. Parkolásra most is több helyet biztosítanak. A belvárosban a temető út, az innen megközelíthető belterületi parkoló, a Barnemissa utca és a Horváth Mihály úti nagy parkoló használható. Új pedig két helyszínen is le tudják tenni az autóikat az ide látogatók. Tomcsányi Andrea a rendőrőrnagy kifejtette, hogy a nyugodt megemlékezés biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítanak a balesetveszély csökkentésére, az ünnep nyugalmát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére továbbá a közrend és a közbiztonság fenntartására. Arra kérném a temetőbe látogatókat, hogy ne vigyenek magukkal értékeket, és gépjárműveik kutasterében sem hagyjanak jól látható helyen semmilyen értékes tárgyat. Győződjenek meg a jármű zárt állapotáról, az ajtók és az ablakok zártságáról is, mielőtt ott hagyják a gépjárművüket a temető környékén. Parkolásaik során legyenek egymásra tekintettel, figyelmesen és az arra kijelölt helyen parkolják legépjárműveiket. Természetesen kollégáim ott lesznek a temetők környékén, ezáltal is segítve a balesetmentes közlekedést és a vagyonvédelmet. A biztonság érdekében pedig kiemeltem fontos, hogy oda kell figyelni a mécsesekkel kapcsolatban, ne tegyük őket gyúlékony anyagok közelébe.